Jó hír érkezett a napokban a polgármesteri hivatalba. A tavaly benyújtott újabb gyűjtőút építés célzó pályázat nyert. 352 millió forintot kap Püspök Ladány arra, hogy megépüljön a gyűjtőút a Damjanich, a Kálvin János, az Árpád és a Karcagi utcán. Az elmúlt időszakban adta be Püspök Ladány város önkormányzata azt a pályázatot, amely a déli városrész bekapcsolása a forgalomba címet viseli. Erről kaptuk meg a pozitív értesítést, tehát 352.178.911 forintra érdemesnek ítélték ezt a pályázatot, hogy elkészüljön itt Püspök Ladányban ez a gyűjtőút és kerékpárút. A támogatási szerződés megkötése lesz a következő lépés, ez néhány hetet fog igénybe venni. Azt el fogják nekünk küldeni, meg kell vizsgálni, alá kell, hogy írjuk, és akkor utána tudjuk tartani az ütemtervet, tehát utána elkezdődhet az a fajta munka előkészítés, amely a beruházást majd meg fogja valósítani. A pályázat 90%-ban támogatja a beruházást, ami azt jelenti, hogy a városnak minimális összeget kell mellé rendelni ahhoz, hogy jó minőségű aszfaltburkolat épüljön, további 2,8 km hosszon. A gyűjtőút a Damjanich utcán a kereszteződéstől indul, folytatódik a Kálvin János utcán, azt követően az Árpád utcán és a Karcagi utcán. Ezen kívül az Árpád utcán a Kánkároly utcától az Erős Lajos utcáig az út páros oldalában, a déli oldalban 950 méter hosszú, gyalogos kerékpáros egyesített út épül a meglévő vízelvezető árok lefedésével. Ugye a meglévő réteg vastagság marad, mert ez az út jelenleg is nagy teherbírású út, ez tulajdonképpen a régi négyes nyomvonala egy része. Ezt megmarják, lemarják a felső réteget az útépítéskor, és erre egy 2 cm-es kiegyenlítő réteg kerül, azt követően egy 4 cm-es aszfalt réteg. A kerékpárút az pedig egy hagyományos szerkezetű, tehát útalap és 2 réteg aszfalt lesz. 2006-tól napjainkig több mint 40 utca burkolata készült el, közte 2 gyűjtőút beruházás valósult meg. Az első 2009-ben, mely a Kodály Zoltán, Bajcsi, Kisferenc, Csillag, Szent László, Somogyi Béla, Északi sor, Déli sor és Bodó utcát érintette, benne 2 körforgalommal 447 millió forint értékben. Aztán jött a második 2012-ben a déli városrészen a benzinkúttól a város délkeleti széléig a Radnóti utcán az Erős Lajos utcáig. Most pedig megvalósul a nyertes pályázat révén a 3. szakasz is. Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője örömmel nyugtázta a püspökladányi önkormányzat sikerét. Elmondta, a városvezetés láthatóan az elmúlt 6 évben nagyon nagy gondot fordított a környéken szinte példanélkül az útépítésre, hogy a lakosság méltó körülmények között közlekedhessen, és a lakóingatlanok értéke is növekedjen a fejlesztések által. Mindannyiunk számára öröm, akik itt élünk, hiszen Püspökladányban az előző években tudatosan elkezdődött egy útfelújítási, útfejlesztési program, és hát annak egy újabb állomása az, amihez most elérkeztünk. Ez a gyűjtőút szerintem egy nagyon nagy terhet fog levenni, illetve hát egy nagyon fontos minőségbeli javulást fog biztosítani mindazoknak, akik arra közlekednek, és hát az áldozatos munka, meg a pontos szakmaiság oda vezetett, hogy most már ez a győztes pályázatok sorában szerepel. De van egy másik, már megnyert pályázata is a városnak. Tavaly 212 millió forint támogatást ítéltek meg Püspökladánynak a sportcsarnoknál véget érő kerékpárút folytatására, mely az Erdő utca, Petripál utca, Karcagi utcán a Kánkároly utcáig tart majd. A támogatási szerződés aláírása előtt áll az önkormányzat, de ehhez a vasúttal és a nemzeti vagyonkezelővel még meg kell állapodni, mivel az ő hozzájárulásukra is szükség van ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósuljon. Amennyiben a megállapodás létrejött, még ebben az évben szeretne hozzákezdeni a város a beruházáshoz. Ez a másik pályázatunk, ez a sportcsarnoknál véget érő kerékpárútnak a folytatása, mely a
Erdő utca, Petri Pál utca, Karcagi utcán, a Kánkároly utcáig tartana. Igen, ezt megnyertük, de csak feltételes támogatási szerződést tudtunk aláírni, mert a két vasúti átjáró keresztezi ugye ez a kerékpárút, és mind a vasút, mind ennek a vagyonnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel történő szerződésnek, egy három oldalú szerződést kell aláírnia a városnak, a Nemzeti Vagyonkezelőnek, illetve a vasútnak, hogy létrejöhessen a végleges támogatási szerződés. Felkértük, országgyűlési képviselő úr is segítségét is kértük, ő is eljár ebben az ügyben, megsürgetjük. Ebben az évben mindenképp szeretnénk elkezdeni ezt a kerékpárutat. A lakótelepi utak felújítását célzó úgynevezett húró pályázatot is hamarosan elbírálják. Domb Imréné polgármester azt mondja, a püspökladányi pályázati dokumentáció jól össze lett állítva, így bízhatunk annak sikerében is. Én úgy gondolom, hogy a napokon belül fogjuk kapni a hírt, hogy sikeresen pályáztunk-e. Én hiszem, hogy azt a pályázatot magyar oldalon nagyon jól állítottuk össze. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor a lakótelepen teljesen rendbe fogjuk tenni ezeket az utakat. Erre a döntésre azonban még várni kell, de az már biztos, hogy a hamarosan kezdődő 212 millió forint értékű kerékpárút építés mellett újabb 352 millió forintot nyert Püspökladány a Damjanich-Kálvin-Árpád-Karcagi utcát érintő gyűjtőút építésére, így ezeken az utcákon is elkészül a jó minőségű, széles, nagy teherbírású aszfalt burkolat hónapokon belül 2,8 km hosszon és 950 méter kerékpár úttal együtt.